Sziasztok! Ma két bizottsági ülésen kellett volna részt vennem. Az első a gazdasági bizottság ülése volt, amin ott is voltam természetesen. Ezen Matolcsy György urat hallgattuk meg, aki újra aspirál a Nemzeti Banknak az elnökségére. Hát egy nagyon érdekes meghallgatáson voltunk. Mondanám, hogy vicces volt, de sajnos nem vicces az, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy csinál, mint hogy ebben az országban minden rendben lenne, a meghallgatásánál a kérdésekre valójában érdemben nem válaszol, és úgy csinál, mint hogyha azok a lopások, amik az elmúlt években voltak, és igen, a nevéhez is kötődnek, valójában meg se történtek volna, illetve nem úgy történtek meg. Két konkrét kérdésem volt. Az egyik az, hogy ha annyira jó a helyzet, mint ahogy ő azt az expozéjában elmondta, hosszasan fejtegette, hogy a magyar államháztartás is például mennyire rendben van, akkor hogy lehet az, hogy még tavaly szeptemberben azt mondta, hogy hát a kormánynak valamit tennie kéne, hiszen 6,2%-os a hiánya a magyar költségvetésnek, ami annak fényében egészen elképesztő, hogy nem is olyan régen 3000 milliárd forintos magánnyugdíj vagyont nyúltak le, pontosan azzal az indokkal, hogy betömjék a költségvetési hiányt. Úgy tűnik, hogy azóta ez nem sikerült, és azóta csak még magasabb lett ez a hiány. Természetesen a kérdésre választ nem kaptam. Mint ahogy arra sem, hogy mi lesz a magyar bérekkel, mert hát ugye ő azt mondta, hogy 2026-ban fogjuk elérni a európai béreket, míg Varga Mihály 2031-ről beszélt. Most itt korrigált egy kicsit Matolcsy úr, tehát 4 hónappal ezelőtt azt mondta, hogy 26-ban fogjuk elérni, most már ő is azt mondta, hogy valószínűleg 31-ben, de arra a kérdésre sem nem válaszolt, hogy vajon a magyar béremelkedések valódiak lesznek, vagy olyanok, mint például a dajkáknak vagy az ápolóknak a fizetése, akiknek papíron megemelkedett a fizetése mondjuk 10%-kal, de a valóság bolygón akár 1000 vagy több ezer forinttal is kevesebbet kapnak. Szóval ez az ember, ja és hát ugye a gazdasági bizottság sajnos megszavazta, a fideszes többség megszavazta, hogy ő legyen a Nemzeti Bank elnöke, úgyhogy úgy tűnik, hogy ő ezt folytatni fogja. Azt gondolom, hogy ez egy tragédia, ez az ember nem ezen a bolygón él, nem ezen a valóság bolygón él, ahol a magyar lakosok többsége. Úgyhogy én őszintén sajnálom, hogy ez így történt. Remélem, hogy majd valamennyire vissza tudja fogni az ellenzék azért Matolcsy György munkáját. A másik bizottság, az a mentelmi bizottság lett volna, ahol a képviselőknek a Kövér László által elvett fizetéséről lett volna szó, de, és én is hivatalos voltam erre az ülésre, de az történt, hogy a képviselőtársaim, akik ugye nem a másik bizottságban voltak, hanem volt idejük erre elmenni, egyszerre bementek, és bár pontos információim nincsenek, de úgy tűnik, hogy nem sikerült a mentelmi bizottságnak napirendre tűzni ezt a kérdést, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyelőre ebben a kérdésben hát minden esetre nincsen döntés.